A Sóstúri állomás nyílt pályáján várakoznak az üres vagonok. Látszik rajtuk, hogy korábban már többet le is fújtak. A vasúttársaság közleménye szerint pedig nyáron előfordul, hogy a fiatalok a vasút mellett a töltésen vagy a tárolóvágányokon pihenő szerelvényeken játszanak. Köveket raknak a sínre, vagy azokkal dobálják a szerelvényeket. Sajnos most a nyári időszak kezdetén mind a gyerekeknél, mind pedig a fiatal felnőtteknél aktualitást ad az, hogy felhívjuk a vasút veszélyeire a figyelmet, hiszen a nyári szünet kapcsán a gyerekeknek több ideje van, nappal több időt töltenek sajnos vasúti üzemi területeken, ahol nem szabadna tartózkodniuk. A fiatal felnőttek kapcsán pedig az éjszakai hajnali órák a fontosak, amikor esetleges alkoholos befolyásoltság alatt tesznek olyan dolgokat, ami veszélyes lehet a vasúti üzemi területen az életükre is. A vasút üzemi területén tartózkodni nem csak tilos, de életveszélyes is, valamint zavart okozhat a vasúti közlekedésben, ami bűncselekménynek számít, emelte ki a szóvivő. Bieber Anett kifejtette, a gyerekek a vonatok úgynevezett elsodrási zónájába kerülhetnek, halálos áramütés érheti őket, leeshetnek az induló vonatokról, a sinekre pakolt kavicsok kisiklást, a szerelvényekről visszapattanó tárgyak pedig anyagi kárt és életveszélyes sérüléseket okozhatnak. Gyakran dobálják is a vonatokat, az elhaladó vonatokat a gyerekek kövekkel, ami már halálesetet is okozott. A 90-es években volt egy kisfiú, aki a nagymamája ölében halt meg sajnos pont emiatt. Nyilván ezen túl a vonatdobálások kárt okoznak a vasúti járművekben. Sajnos, ami még elő szokott fordulni ebben az időszakban, az inkább a teherszállító, a teherjárművek kapcsán, hogy felmásznak a tetejére a fiatalok, általában éjszaka hajnalban, alkoholos befolyásoltság alatt, és tudni kell a felső vezetékről, hogy az a 25 ezer volt, ami benne van, az az időjárási páratartalomtól, körülményektől függve évet húzhat egy másfél méterre is, ki tudja fejteni a hatását életveszélyes halálos áramütést okozva. Bieber Anett arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre korszerűbbek a pályák és a motorvonatok, így egyre csendesebbek is a közlekedő szerelvények, ezért súlyos sérülésekhez vezethet, ha valaki fülhallgatóval, hangoszenét hallgatva, vagy telefonálva tiltott helyen kell át a sineken.